minden iskolában előfordulhat az a helyzet, amit most egy, az én rokonságomban a legkülönbözőbb ugye, ilyen rokonaim járnak ugyanabban a gimnáziumban, nem mondom meg, hogy hol. Ez egy igaz élő történet, ahol megjelent az első transznemű, nem is tudom, hogy fiúból lett lány, vagy lányból fiú, illetve nincs átoperálva, csak ő azt mondja magáról. De ahogy megjelent ez az egy ember, akit ők ismernek, akivel ők szünetben beszélgetnek, Mindannyian úgy érzik, hogy aki fölveti ezt a témát, de bármilyen aspektusban semmilyen támadás nincsen, az már rögtön ezt az, egy, ezt az embert személyesen bántja. Senki nem támadja, hanem társadalmi méretekben, mint társadalmi jelenség, azért kell felvetni ezeket a témákat, mert a vérünkre megy. Lesznek-e utódaink, az mi életünk boldog lesz -e, vagy egy, egy meddő élet lesz? Semmilyen diskurzus nem lefolytatható, mert ezekben is van egy hivatalos vélemény, ami csak az elfogadható, és semmilyen más nem vethető fel. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, bedőimre vagyok, és ez itt a férfiak klubja mentorcsatornája fiúknak, férfiaknak. És nőknek, akik össze akarnak fogni, és az életet tovább akarják adni egy magasabb szinten, akik az értékek mellett akarnak elköteleződni, és akik a saját életüket oly módon akarják kézbe venni, hogy bármilyen világ jöjjön, bármilyen nehézség jöjjön, abban mi legyünk az a közösség, aki helyt fog állni. Nagy átalakulásban van a világ, ugye? És hihetetlen. Nehéz időszak vár ránk. Nem is tudjuk, hogy milyen nehéz. Én ezt szeretném kihasználni. Talán most élesebbek vagyunk arra, hogy nekünk kell megerősödni, mert mi nekünk kell kibírni az elkövetkezendő időszakot, amit nem is tudjuk, hogy meddig fog tartani. És azért indítottam el azt az átalakuló világrend aminek ez is része, és azért indítottam most rá ezt, egy kicsit most a vélemény diktatúráról akarok beszélni, mert Látnunk kell, hogy mi vezetett bennünket idáig. Látnunk kell, hogy hogyan tudjuk a valóságot kihámozni a sok-sok elénk vetített hazugságból, amit a média elénk vetít. Látnunk kell ennek az egész véleménydiktatúrának a működési mechanizmusát, mert meg kell szabadulni. Függetlenedni kell. Ugye ez egy, ez egy függetlenségi kérdés, ez egy, ez egy szuverenitási kérdés. Ugye milyen érdekes. Szabadulva. Ettől a fogságtól, hogy mi semmit nem látunk, és nem tudjuk az igazságot kiámozni, ez egy szabadság kérdés is. Tehát amikor ma az mindent lehet, mert utazhatunk, mert útlevelünk van, mert beszélhetünk mindenféléről, azt hiszük, hogy szabadság van, de kiderül, hogy ebben rengeteg dologban olyan rabság van, amelyik, hogy szabadulni kell, és csak akkor tudunk szabadulni, hogyha rájövünk, hogy hogy működik, megtanulunk a sorok között olvasni, felismerjük ezt a mechanizmust, és emiatt mindig fogjuk tudni, hogy ha azt mondják, hogy á, akkor valószínűleg a B az igaz, ugye? Tehát ez majdnem egyértelmű, azért a valóság nem ilyen egyszerű, de egyel bejebb leszünk. És azt gondolom, hogy ebben az időszakban, ami most van, akármilyen, lehet, hogy egyre nehezebb lesz, de még mindig jobb most felkészülni a nagy nehézségre, mert egyszer csak ez a bizonytalanság elmúlik, kiderül, hogy mi az ábra, és akkor döntéseket kell hozni, és az nem mindegy, hogy ez a csapat, akik ti vagytok, fel van -e erre készülve azzal, hogy tisztán lát, azzal, hogy, hogy jobban értelmezi a világot. És nekünk kell magunkkal venni a többi embert is, mert sokan vagyunk. Megváltozó világrend ellen, nem, nem is tudom, vagy a vélemény diktatúra ellen is azt gondolom, hogy nem az aktív harc lehet a, a valódi megoldás. Tehát nem az, hogy akkor mi most menjünk neki a médiának, és bontjuk le, és mondjuk meg, hogy ne. Ezeknek megvan a maga működési mechanizmusa, és attól függetlenül ők azokra nem tudnak hatni, akik ezen átlátnak. A többiekre meg fognak tudni hatni. Tehát nekünk nem az a lényeg, hogy neki feszüljünk és akarjuk lebontani, mert az nem fog menni, hanem egyszerűen ki kell szállni a Matrixból. Tehát annyi, kiszállunk a Matrixból, hogy átlátunk rajta, ja, ez így működik, már nem hat rám, már nem hat a feleségemre se, már együtt közösen vagyunk kint, már tudunk mosolyogni ezeken a cikkeken. A gyermekeinket is kihúzzuk, mert úgy neveljük, el, mondjuk neki, figyelj ide, ez így, és így, és figyelj, ott, ott, látod, ott, látod ott, Filmeket elemzek a gyerekeimmel, állandóan ott ülök, figyelsz, látod ér, ér, azt az üzenetet? Igen, apa láttam már, hagyjál már, mindig csak, nem, adom fel, hogy állandóan a rést mutogassam, akkor még a pici igazság kilátszik. És... A múltkori videó, az egyel korábbi videóban, ugye, ami a vélemény diktatúráról szólt, elmondtam, hogy a terelés az egyik legfontosabb ugye, eszközük. Tehát, hogy először is csapdába ejtik a valóságot, bármi történjék a világba, nézzétek, nézzék meg, mindig azzal kezdődik a média, ugye ilyen, de az egész világon képesek mindenhol, ugye minden országban, mind a saját nyelvükön megjeleníteni ugyanazt a narratívát, és abban, amit ők csapdába ejtenek, hogy arról nem lehet beszélni, mert az, az, aki arról beszél, az tudomány ellenes, hiszen a tudomány ellenkezőjét bizonyított a náci, nem tudom, mindenféle az összeesküvési elmélet hívő, ott kell keresni a valóságot, mert azt, amire a bélyegeket fölragasztják, hogy az sose szabad megbeszélni, ott, ott valami van. Amit viszont nekünk elénkvetítenek, az majdnem mindig ugye, egyfajta terelés, amiről lehet beszélni napestig, de vagy rombol a vége, romboló hatása van, vagy sehová nem vezet. Újabb és újabb részei tárom föl ennek a fegyver arzenálnak, ami a vélemény diktatúrát meg tudja rajtunk alkalmazni, tudja. És azt is elmondtam, hogy mindig a szexualitás lesz a téma, mert például a szex, ami a férfi-nő szövetséget, a gyermekeinknek a jövőjét, a családok jövőjét alapvetően befolyásolja, az egy hatalmas anyahajó. Ezt megépítették, és ez az egyik olyan anyahajó, amiről ezek a repülőgépek felszállnak és állandóan bombáznak bennünket, a szex és a női test. A múltkor az abortusról volt szó, és a legújabb magyar ugye, szabályozásról, hogy miattban a valóság, hogy mit akar az a törvény igazából, és egyáltalán nem azt akarja, amiről szó szóval, hanem amit igazán akar, azt szerintem mindenki, ha meghallgatjátok, látjátok, hogy jó, hát az, az igaza van végső soron. De hogyha azt olvassuk, ami az újságban van, hogy a, mit, tudom én, mindenféle jogokat, mindenféle erőszakot követ, akkor félre fogunk vezetődni. Mai napon egy másik fajta aspektusát szeretném ennek a fegyvernek fölvezetni. A terelés meg volt, ugye, hogy mindig valami másról vetítenek valamit, és arra ugrunk, mint a macskának, amikor a kis elemlámpával fénynyel játszunk, és ő el akarja kapni a fényt, olyanok vagyunk. Tehát ezt nem szabad csinálni, keresni kell az igazságot. A csapdában van, a megbélyegzett csapdában. A következő, ami erre ráép, össze összeötvözik, az a megszemélyesítés. És nagyon durva témát fogok hozni, mert itt a, a transzneműekről is lesz szó, meg a, meg a homoszexualitásról. Úgyhogy nem, nem igazán ez a téma, hanem maga a működés mechanizmusa. És a terelés mellett a másik, még egyszer mondom, a másik ilyen nagyon fontos pillére az ő kommunikációjuknak az, hogy megszemélyesítik az ügyeket. Embereket állítanak be, akik, ugye ez egy hollywoodi, Struktúra, akik személy arcot adnak ennek. Legutóbb, ugye, most a pár nappal ezelőtt már meg lehet nézni, keresetek rá, a Jennifer Lawrence a nevű színésznő újabb ilyen kampányba fogott, hogy ez az én testem és az én méhem, és kifelé az én méhemből, de név szerint föl lehet sorolni az összes magyar olyan kifelé a méhemből is az én testem nőt, férfit is, nem az ő méhéből, kifelé az ő méhükből vannak férfi harcosok is, és minden országban megvannak ennek az arcai, akik, még csak azt sem állítom, hogy ezek az embereket felkérik erre, hanem ezek önmaguktól csinálják, mert nem elég, hogy az emberiségnek egy jó része már abszolút el van butulva és abszolút vevő erre az egész dologra kritika nélkül, tehát semmilyen módon nem néznek ennek utána, hanem ez abszolút kockázatmentes, sőt, nem csak kockázatmentes ez a dolog, mert a mainstream, mainstream akkor azt jelenti, hogy az teljesen igaz, az teljesen rendben van, biztos nem fognak téged megvádolni, se sem, se semmi. Tehát abszolút kockázatmentes, hanem egyszerűen ezek a az emberek ugye, még ráadásul híresek is lehetnek belőle, mert mindig adnak nekik médiafelületet, mert ingyen dolgoznak nekik. És az a nagy kérdés, hogy tényleg az ő méhéről van-e szó? Tehát képesek vagyunk-e egy, egy mondjuk demográfiával, népesedéssel kapcsolatos problémát úgy megbeszélni, hogy mint egy társadalmi ügye, tehát mindannyiunk ügye, most gondoljunk be, hogy nem az ő konkrét méhéről van szó, de olyannyira a társadalmi ügy ez, amiről beszélünk, a népesedés kérdése például, hogy vagyunk-e elegen, lesznek-e gyerekek, hogy ez egy civilizációs kérdés, ez egy, ez egy igazi, mély, kulturális kérdés, mindannyiunknak a kulturális kereteit érinti. A demográfián keresztül ez egy gazdasági kérdésé válik. Lesz-e munkaerő? Ez egy nyugdíjügyi kérdésé válik, hogy lesz-e öregségünkre nyugdíj? Ez egy egészségügyi és oktatási kérdésé válik. Sőt, egészségügyi, vagy orvos szakmai kérdésé is válik, ugye ez a nő, meg a nem tudom, a abortusz, meg egyéb, vagy pedagógiai szakmai kérdés, de egészségügyi és oktatás finanszírozási kérdés is, mert ha így haladunk, nem lesz pénzem, hogy ezeket a rendszereket megfinanszírozni. Ez mind-mind a társadalmi kérdésből származik, ami a nőkkel és a férfiakkal függ össze, és a gyerekekkel, a jövő nemzedékkel, egy társadalmi stratégiával függ össze, és ugye nem számolva ennek a migrációs kérdésköréről, ami ugyanezzel függ össze, nem számítva ennek a közbiztonsági kérdéséről, ami ugyanezzel függ össze, és látjuk, hogy nyugat európában van, nem számítva az egész életminőségünk kérdéséről, mind-mind ezzel függ össze, és nem lehet ezekről beszélni, mert egyrészt a terelés miatt teljesen vakvágányra viszik, és olyan dolgokról kell beszélni, ami nem lényeges, és nem is arról van szó. Másrészt azért, mert személyesen valakik beleállnak, hogy ez az ő testéről lenne szó, és minél híresebb ember áll ebbe bele, annál többen azonosulnak, hogy nehogy már bántsa valaki a Jennifer Lawrence-t személyesen, nehogy bántsák a magyar celebeket, mert ők azt mondják, hogy az, ő teste is, az ő, ugye, a megszemélyesítés az érzelmileg olyan fajta támogatottságot tud hozni, ellenzéket nem tud hozni, mert senki nem akar valaki ellen személyesen lenni. És amikor egy társadalmi témát megbeszélünk, akkor nem valaki ellen vagyunk, hanem a jelenséget kéne tudni megbeszélni, hogy milyen hatással van, és vajon összességében mit kellene vele kezdenünk, én közgazdász vagyok. De meggátolják ennek a megvitatási lehetőségét azzal, hogy megszemélyesítik, és akkor egy személlyel szembeállítani, senki nem akar egy személlyel szembeállni, és egy, a, a, annak a személynek rosszat akarni, de ha úgy állítják be, hogy minden, ami szó van erről, a bárki beszél erről, a személyesen neki lesz rossz, az egy bűncselekmény. De gyönyörűen megcsinálták. Még egyszer mondom, ugye a filmekben is azt mondják, hogy XY megszemélyesíti a, azt a karaktert, de most meg egy ügyet is. És itt jönnek be, ugye, senkit nem kritizálok, senkinek nem vagyok ellene, csak elmondom. Ugye, Magyarországon is van nagyon sok uh, homoszexuális uh, influencer, akik nagyon okos dolgokat mondanak az élet legkülönfélék dolgairól, legkülönfélék dolgairól. De minden mondandójukat százezrek hallgatják őket minden mondandójukban valahol benne lesz az, hogy arra céloznak, hogy ők meg a párjuk, hogy ők meg a akart, szándékolt gyerekeik, hogy ők meg az életminőségük, meg a meghurcoltatásaik, meg a törvények, amik ezzel összefüggenek, és személyesen ugye, hozzászoktatják az embereket ahhoz, hogy ugye, most ennek a legeklatása például, inkább veszek egy külföldi példát, a a, az amerikai államtitkár, ennek is nézzenek utána, nem akarok neveket mondani, mert tényleg senkivel nem akarok beszállni, de van egy olyan államtitkári rangba levő amerikai e, e, ember, ugye aki kutyáknak öltöztetett e, e, homoszexuális férfiakat négykézláb sétáltat, és korábban iskolákban tartott előadásokat arról, hogy hogyan kell szexuális aktus közben úgy folytogatni embereket, hogy ne hajanak meg, és ne, ne okozzanak különösebb kárt egymásnak homoszexuális aktus közben, és pontosan hogyan kell, aki nem tudná elképzelni, hogy hogyan kell homoszexuális aktusján, akkor arra megtanította mindenféle rejtelmeit, szóval. és ő egy államtitkár lesz, aki, aki zöld ügyekkel foglalkozik, tehát, és ráadásul egy komoly tudós, egyébként tényleg, nagyon komoly végzettséggel, és az embereket úgy hozzák közelebb ehhez a bizarr dologhoz, amitől sokan viszonyognak. És azt mondják, hogy ez azért már durva. Hogy amit mond egyébként szakmailag, az egy nagyon okos dolog lesz, és akkor előbb-utóbb megszokják ezt a kombinációt, hogy lám lám, mégsem uh, őrült ez az ember, mert egyébként Harvardon végzett és hihetetlen okos, és nagyon szép dolgokat fog mondani ráadásul egy népszerű témában, ami mindenkit érdekel és azáltal, hogy ő nyilatkozgat, hozzá szoktatják megszemélyesítve ezt a témát, ahhoz, hogy az, amit ő egyébként magánszemélyként képvisel, az az őrület, az valójában ugye, tehát ú, ilyen, ilyen lassan mossák át ezt, hogy, hogy hát, lépjünk túl rajta, hát, ez nem is olyan rossz. Tehát, és ha valaki máshol halljuk, akkor már nem, már nem, lesz újdonság, és akkor már megszokottá is fog megválni, ugye? Tehát értjük ezt, hogy hogyan működik a megszemélyesítés, mint technika? És hogy hogyan még, még, közelebb szeretném hozni egyel ezt a dolgot? Tehát egyel még közelebb, mert, mert, minden iskolában előfordulhat az a helyzet, amit most egy, az én rokonságomban a legkülönbözőbb ugye, ilyen rokonaim járnak ugyanabban a gimnáziumban, nem mondom meg, hogy hol. Ez egy igaz élő történet, ahol megjelent az első transz nemű, nem is tudom, hogy fiúból lett lány, vagy lányból fiú, illetve nincs átoperálva, csak ő azt mondja magáról. Egészen addig, ameddig ez nem fordult elő, abban az iskolában, addig például ezekről a témákról az én, abba a gimnáziumban járó rokonaimmal lehetett beszélgetni ezekről az ügyekről. Hogy a transzneműek jók, én nem jók, mik jók, a kampányok jók-e, nem az, hogy a transzneműek jók-e, azok olyanok, amilyenek, tehát én rosszul fogalmaztam. A kampányok, amik ezzel foglalkoznak, a könyvek, amik ezzel, milyen hatás, ilyen hatás, hatás, olyan hatás, lehetett egy normális diskurzus folytatni a gyerekekkel magukkal. Erről a témáról. De ahogy megjelent ez az egy ember, akit ők ismernek, akivel ők szünetben beszélgetnek, mindannyian úgy érzik, hogy aki fölveti ezt a témát de bármilyen aspektusban, semmilyen támadás nincsen, az már rögtön ezt az, egy, ezt az embert személyesen bántja. És a legmerevebben állnak ki mellette, és a legmerevebben zárkóznak el bármilyen megbeszélésről, ami ezt a témát érinteni. Értjük ezt, hogy hogy működik a megszemélyesítés, és az, hogy mindig a gyengébb mellé állnak, mert már le van gyártva a nagyvilágban, hogy ezek a kisebbség, ezek mindig elnyomás alatt vannak, mindenki őket támadja, amikor személyesen megjelenik, akkor nagyon sokan odállnak melléjük, hogy nehogy bárki támadja. senki nem támadja, hanem társadalmi méretekben, mint társadalmi jelenség, Azért kell felvetni ezeket a témákat, mert a vérünkre megy. Lesznek-e utódaink? Az mi életünk boldog lesz -e, vagy egy, egy meddő élet lesz? Az utódainknak lesznek-e utódai, vagy ők, ők lesznek nyomorultak ebből a szempontból? Leszünk-e elegen, lesz-e aki dolgozzon? Lesz-e pénz, aki most megtermelje? Lesz-e nyugdíj? Lesz-e egészségügy és oktatás finanszírozás? be kell lehozni másfajta embereket ide, milyen lesz a közbiztonság, milyen lesz az életünk, mind mindettől függ, de ezt nem tudjuk megbeszélni, mert a egész nemiségi kérdés összefügg ezekkel, ugye, tehát még egyszer mondom, a női test, a szexualitás, ezen belül vannak a homoszexuális, transzexuális, mindenféle szexuális kisebbség, minden összefügg ezekkel a társadalmi kérdésekkel is, hogy ennek a szaporodását akarjuk-e propagandával, vagy nem akarjuk, vagy azt mondjuk, hogy aki természetesen olyan, az legyen olyan, de legalább aki nem természetesen olyan, az divatból ne legyen olyan, vagy lehet-e divatból olyan. Semmilyen diskurzus nem lefolytatható, mert ezekben is van egy hivatalos vélemény, ami csak az elfogadható, és semmilyen más nem vethető fel. A tudományos szinten sem. Tehát itt a legnagyobb problémát talán az jelenti, hogy a tudósok is ugyanebben a csapdában vannak. Nem mernek kibeszélni belőle. A politikusok is ugyanebben a csapdában vannak, nem mernek kibeszélni belőle, mert a sajtó azonnal abban az a megbélyegzett ládában vannak. Ugye náci, laposföld, antitudományellenes, nem tudom, sútyerák, senki házi. Ugye? A Íres emberek, akik megszólalhatnának, ugyanebbe a, 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 a dobozba vannak. Tehát kezdjük érteni, hogy hogyan működik, és hogy mennyire kemény ez a, meg, ez a megszemélyesülés. És most akkor tényleg a szívem szeretetéből akarom fölvetni ezt a kérdést. Kérdésként, hogy vajon egy iskola milyen döntést hozzon, hogyha egyetlen egy ilyen ember megjelenik? Most gondoljunk bele, hogy egyetlen egy ilyen ember 6-800 diáknál, mondjuk lehet, hogy nem mindegyiknél, de a többségénél, ellehetetleníti az erről való beszélgetést, és javarészt a, 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 a jelenség mellé állnak be úgy, hogy semmit nem tudnak róla. De nem is hajlandók róla beszélni, mert azt hiszik, hogy a diáktársukat meg akarják valakik, hogy mondjam, meg akarják támadni. Vajon mi a jó döntés? Hogy egyetlen ember miatt hagyjunk-e veszni 800-at? Mert ilyen, most ezek a döntések, voltak ilyen döntések, és uh, ugye nagyon nehéz döntések ezek, mert ha úgy döntött, hogy ugye ezt az egy embert kigyomlálja onnan, akkor marad egy olyan közösség, akikkel továbbra is lehet beszélni. Egy, egy trauma, akit kivettek annak is, trauma a közösségnek is, de utána ez a seb valamilyen módon begyógyul, de lehet beszélni erről a jelenségről. Ellentétben a másik esetben viszont ez a, ez a, seb úgy maradott, hogy nem lehet erről beszélni, és egy, egyfajta béna kacsa állapotba kerül az egész közösség. Ugye? Azért mondom el, hogy gondolkozzunk ezeken. A téma végső soron az, hogy mennyire közel van hozzánk mind az elterelés, amire állandóan figyelnünk kell, mind pedig a ügyek megszemélyesítése. Legyünk résen, ne higgyük el, de lássuk, lássuk azt, hogy hová vezet ez. Tehát soha, soha nem szabad feladni azt, hogy a bennünket érintő társadalmi, gazdasági, kulturális kérdésekben azt állítsa valaki, hogy ez egy politikai kérdés. Nem, ez a mi ügyünk. A politika is foglalkozik vele, de nekünk is kell foglalkozni vele. És ezt hanyagoltuk el az elmúlt évszázadban mert nem volt, nincsenek társadalmi szervezetek, nincsenek olyan társadalmi vezetők, az egyházak sem foglalkoznak ezzel olyan mértékben, hogy, hogy, a politika mellett mi magunk is tudjunk foglalkozni a saját ügyeinkkel. Tehát amikor én ezzel foglalkozok, akkor nem egy politikai ügye foglalkozok, hanem az életünket befolyásoló társadalmi ügyekkel. És bizony, ez a közösség szeretném, hogyha olyan közösség lenne, aki felismeri például, hogy hogyan működik a vélemény diktatúra, azért, mert keresni kell az igazságot. Mindenkinek egyénileg nem én kell elmondjam mindig, hogy mi az igazság. Millió cikket olvasunk naponta, és kell tudja mindenkinek, hogy mi az igazság. Előbb-utóbb ki kell tudnunk szaszerolni, és valószínű, mivel az igazság az nem olyan sokféle, ugyan arra az igazságra fogunk jutni, amennyire ma közel lehet félni, mert ritka jól palástolják az igazságot, és soha nem tudhatjuk, hogy az tényleg azért a teljes igazság, mert emberfeletti erőfeszítéssel, technológiával burkolják ezt be. De mégis meg kell tennünk ezt. Én ezt javaslom éppen azért, hogy a saját házasságainkat meg tudjuk tartani, a saját gyermekeink nevelésében állást tudjunk foglalni, a világ dolgaiban tisztállásunk, és ha eljön az idő, hogy döntenik el, akkor jól tudjunk dönteni minden, minden egyes kérdésben, ami felmerül. És végezetül megint elmondom, hogy mindent nem lehet megtenni, de mindent meg kell tenni, amit lehet. Legyünk mi a változás, amit vár látni akarunk a világba, és megjöttek, akikre oly régóta várunk, mi vagyunk azok. Hajrá együtt!